2015. november 15-én a Laffert kúriában családi napot tartottak, ahol a gyerekek elkészíthették homokképeiket vagy őszi díszeiket. A program végén a Búgócsiga zenede adott előadást az érdeklődők számára. A Nőhegylet ilyen kis őszi fali képekkel, vagy ilyen kis kopogtatókkal készültünk. Ezek termések, kis papírvirágok, szalmavirágok, és egy falapra rá van ragasztva. Hát remélem, hogy sikerül a gyerekeknek szépen megcsinálni, és nagyon szépek lesznek. Már két munka ott el is készült, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek, és szeretni fogják. Nem láttam, valami homokképeket készítenek, akkor zokniból mikulásokat, de hát mivel mi is csak itt vendégek vagyunk, ezért még annyira nem tudtam körülnézni, hogy mit készülnek. Medence, a velence, ne búsul. Mit készítettél a családi napon? Még csak homok képet csináltam. Fogsz még valamit készíteni? Igen, szeretnék. Mit szeretnél még készíteni? Hát még rajzolni is szeretnénk, meg hát végül is ennyi. Mivel készültek erre a családi napra? Sziasztok először is! Hát idén már hagyományosan novemberben szoktunk ilyen családi napot csinálni. Most idén a főműsort a Búgócsiga Zenede együttes adja. Ez egy hattagú formáció, ilyen interaktív, gyerekeket bevonva zenés, játékos műsor lesz. Reméljük, hogy nagy sikerrel. Ők csak egy Soroksáron fedeztük föl, nagyon-nagyon én láttam őket, nagyon-nagyon fantasztikus produkciót csinált. Addig pedig itt fönn az emeleten, hat helyen készülünk különböző alkotások. Most újdonságként idén homokkép készítés folyik, itt jobbra tőlem, ott a látom, annak van a legnagyobb sikere. Készülnek még ilyen télapó figurák, és őszi, még őszi dekorációk is a Nőegylet tagjaival. Búgócsiga, vagy ilyen csigabigát, bocsánat, nem búgócsiga, csigabigát készítenek ilyen papírból, és itt valami toltartó készül, itt mellettem az asztalnál ilyen macis toltartó. Idén esetleg többen vagy kevesebben vesznek részt a családi napon? Hát ez jó kérdés, még most úgy látom, hogy kevesebben vagyunk, de nem tudjuk az időjárás ebben mennyit befolyásol, nem várjuk még a érdeklődőket, még csak 3:30 van, úgyhogy reméljük még érkeznek. Eddig most kevesebben vannak, mint szoktak lenni. Hogyan készül a homokkép, mit tudhatunk erről? A homokkép egy matrica alapú kép, aminek a teljes felülete leszedhető. Leszedjük például a Mici Mackónak a pólóját, akkor alatta ez ragadni fog. Hát a mögött vannak a homokok különbözőféle szín, kiválasztott színű homokkal megszorva a matricás felülettel teljesen kiszínezhető a kép. Igen, a homokképet mindenhol ismerik és nagyon szeretik, azonnal lerohamoznak minket úgy, ahogy ez jelenleg is látható. Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál. Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál. Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. Árkót ugrott a szúnyog, kitörött a lába. Hát sziasztok! Kívánok mindenkinek! Mi vagyunk a Búgócsiga Zenede. Ja, az is félelmetes. Akkor még mondtam úgy, mint egy szörnyeteg. Figyeljetek! Én azt hallottam,
amikor idefelé jöttem, hogy itt olyan gyerekek vannak, akik majd így ébredtek föl. Anya! Jó reggel! Te figyelj! Én majd játszani akarok! Így van ez? Van itt olyan gyerek, aki szeret játszani? Tegye fel a kezét! Ez az, csak az őszintén. Oké, tedd le! Én úgy jöttem ide, nem is én, hanem rajtam kívül. Fán kicsika, és úgy ébredt föl ma reggel. Azt mondta nekem, fölhívott, te figyelj! Én úgy érzem, hogy olyan gyerekek fognak jönni, akik szeretnek nevetni. Szeretnek nevetni? Én úgy jöttem ide, hogy itt olyan gyerekek vannak, akik tudnak énekelni. Tudtok énekelni? Nagyon jó, oké. Térjük vissza az elsőt. Ki szeret játszani? Oké, aki szeret játszani, az jöjjön ide elé. Gyere ide. Mert most úgy fogunk játszani, mint nem semmi kívánás. Oké? És mindenki álljon föl. Mert minden játék előtt be kell menekíteni. Meg kell mozgatni a testrészeinket úgy, hogy számoljuk meg az ujjaidat. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Nagyon jó, hogy esek vagyok, most számoljuk.